Én bennem két nagy érdeklődés volt. Egyik a történelem, mint tudomány. Gondolom, hogy emiatt lettem aztán valamilyen módon szociológus. Bizonyos értelemben a filozófia. Volt egy másik, ami között nem tudtam teljesen választani. Ez a művészet volt, ez esetben a színészet. Ilyen önképzőköri szavaló voltam, aki új értelmezéseket kerestem, és próbáltam valamilyen módon a verseken keresztül szólni is, és ez nagyon sok mindenbe bele is vitt. Hát Adi környékén akkor még azért nem volt egy középiskolában elrendezve Adi dolga, még a magyar tanárunk is, aki egy borzasztó nagy tudású öregember volt, hát az is kicsit Adira hát valamilyen rosszallóan nézett, és mi pedig harcoltunk Adiért. És aztán ez tovább vitt abban, hogy mondjuk a népi mozgalomba is így kerültem bele. És itt éreztem is annak az erejét is, a művészet erejét, mert a Sárospataki Gimnázium lehívta, illetve az önképzőkör, de hát ez a tanárok engedélyével volt, ott is volt egy némiképpen népi szárny, lehívta a népi írókat. Volt lent Németh László, vele is találkoztam, abban a két-három fős csapatban voltam, aki végigkísérte Patakon egész nap, és beszélgettünk, és hatást gyakorolt rám. De nem volt tökéletesen ugyanaz, mint ami Veres Péterrel volt, ami szintén egy ilyen életet meghatározó találkozás volt, mert nekem a kezembe adta Harsányi István tanárunk, aki még mindig él, 81 néhány évesen, és hát nagy szerepe volt az egész pataki szellemi mozgásban. Azt mondta, hogy ide jön Veres Péter, hát Ivánkám, itt van ez a vers, ha nem lehettél szálfa, ezt majd ezen az ünnepségen, a beszéd előtt neked kell elmondani, ugye akkor így mondtuk, hogy nem elszavalni, hanem elmondani. És én fogtam magamat, és attól kezdve elengedtek az iskolából, mert mondvá, hogy holnap jön Veres Péter, meg kell tanulni, hazarohantam és tanultam a verset, és másnap elmondtam a verset. Na most, nem magam mondom, idézet van erről, a Palotai Erzsi könyvében később megírja, hogy azt mondja Veres Péternek, hogy egy ilyen szavalóest után, hogy mondja Péter bácsi, hogy szavaltam a versét. Azt mondja Veres Péter Palotai Erzsinek, hogy nagyon jó szavalta Erzsike, így még csak egyetlen egyszer hallottam elszavalni. Hát kitől? Azt mondja Vitányi Ivántól. Vitányi Iván, mondja Palotta Erzsi, a Népművelési Intézet igazgatója, a szociológus. Igen, hát az verseket is, hát fiatal korában is az nagyon jól mondta. És most volt egy ilyen pataki ünnepség, ahol mondja Harsányi István, aki ott elnök volt, hogy mikor elmondtam a verset, hát ez azt kell hozzátenni, hogy Veres Péter egy 45 éves parasztember volt, számomra már egy idős ember, én pedig 16 éves sárospataki úri gyerek, vékony szőke, hogy hívják, vékony bőrű. És elmondtam a verset nagy energiával, és Veres Péter egy könnyet morzsolt ki a szeméből, ezt én most tudtam meg. Minden esetre Péter bácsi utána azt mondta, hogy na édes fiam. És akkor elkezdett velem beszélgetni, és úgy éreztem, hogy ő úgy tekint engem, mint egy embert. Tehát nem úgy tekint ember, mint egy kis diákot valamit mond, hanem valaki, akivel ő megbeszéli a dolgot. És ez borzasztóan mélyen hat az emberre. Egyébként mindenkinek ajánlom, időnként politikusoknak, hogyha híveket akarnak szerezni, akkor jó, hogyha a másikat embernek tekintik.